Tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit. Külön öröm és megtiszteltetés, hogy Omkára Veres András, a Sivananda Joga Központ mestere és alapítója ellátogatott hozzánk ma este. Ez egy olyan darma beszéd, ahol a hármasságokról lesz szó, és átadom Omkára Veres Andrásnak a bevezető darmabeszéd első felét, és a második felében pedig én fogok szólni, aztán meghallgatjuk a kérdéseiteket. Szeretettel és tisztelettel köszöntöm a Siván Andra Joga közösség nevében az egész szangát. Nagy megtiszteltetés mindig, amikor itt lehetek veletek, inspiráló, hogy ilyen klassz csapat vagytok. Nem könnyű az embernek, amikor valahová jön vendégségbe, mert mindig illik valamit hozni, és ez a valamit hozás, ez a szunim esetében egy nagyon nehéz dolog, mert annyiszor találkoztunk, hogy már nincs neki olyannyi, amit hozni tudnék neki. Úgyhogy most is ezen gondolkoztam. Hát kezdjük talán az elsővel, nem sokára lesz egy házszentelő, és próbáltam valami olyasmit hozni neki, amit nem biztos, hogy a utcasarokról más is hoz neki, ezért arra gondoltam, hogy a házszentelőre hozok neki egy kis Ganges vizet, egészen a Himalája forrásához közel, és ennek a víznek, amit itt láttok a kezemben, az a különlegessége, hogy ez 2003 ba lett a Gangesből kivéve. Nem tudom, látszik-e, hogy mennyire el van szennyezve. Megkóstoltam, mielőtt eljöttem, ugyanolyan, mint 2003 áprilisában. Úgyhogy gondolom az a ház, amiben együtt fogtok lenni, még boldogabb lesz a Ganges szentrezgése. Hálásan köszönöm, és remélem, hogy nem 21 évig fog tartani a felépítésem, ez a harmadik. <gül> <gül> nagyon szépen köszönöm, hálás. Mit hogy... lehet még hozni, amit nem hoztunk? Hát egy nagyon szép tibeti. Hogy hívják ezt? Kar... Sál. 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 Legyen, sál, legyen, legyen. Tibeti ő Sál. Ó, na Nagyon szépen köszönöm. Simálja. Egy kis déjà volt. Ez, 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 ez marad is. Ez nek... Nézzétek meg, milyen jó színos szállítás. Ez Nagyon jó, megy hozzá. Nagyon szépen köszönöm. Egy, kettő, három. Eredetileg az alcíme a mai hármasságoknak az lett volna, hogy indulj el önmagadhoz. Indulj el önmagadhoz, minnyáján útközben vagyunk természetesen. A joga világában az anyagvilágnak három sajátosságát határozzák meg. Az anyagvilág három sajátossága, a szatva, a tisztaság, a tudás, a rajasz, a mozgékonyság, a változás, a tamasz, a tunyasság, a sötétség, a nehézség. Gyakorlatilag minden pillanatban mindenkinek, kivéve a szadguruknak, a kiteljesedett, megvilágosodott, felébredt guruknak, ebből a háromból áll össze a világképünk, és ebből a három sajátságból áll össze a gondolkodásunk, és azzal még nem lenne baj, ha a gondolkodásunk ebből áll össze, a cselekedeteink is ebből állnak össze. Nem tudom ki az, aki szokta a Véz nevű e, út irányító rendszert, vagy útvonal tervező rendszert használni, e, kérem a kezeket föltenni. Tehát úgy látom, hogy használjátok. Hát valahogy így vagyunk az életben is. Mindig a születésünkkor bekapcsolják a vészt, és elindulunk, és a végállomás mindig ugyanott van. Aztán elindulunk, és aztán valami mindig elhúz bennünket az ösvényről, és ez az elhúzás ez nem más, mint a saját karmáink, azaz a saját meg nem tanult leckéink, amelyeket ez a három sajátság befolyásolja. Gyorsan, nagyon gyorsan ismétlem, hiszen a múlt alkalommal elmondtam, a jogaszutrákhoz írt kommentár, maguk a jogaszutrák Krisztus előtt olyan 400 évvel szerkesztődtek össze Patanjali mester által, és rögtön, mivel nem nagyon értették ezeket a szutrákat, ezért írt hozzá a bölcs viásza kommentárt, hogy megértsék, és az első szutra, első verséhez, bocsánat, az első fejezet első szutrájához vagy verséhez rögtön leírta a bölcs viásza, hogy öt különböző elmeállapot van, és mi is most minnyáján az öt elmeállapot valamelyikében vagyunk, és a kritériuma, hogy éppen melyikben vagyunk, az az, hogy melyik sajátságban a háromból túlsúlyban. És így jutunk el gyorsan, csak a neveit említem, az első, a legsötétebb, a tamasz dominált elmeállapotat úgy hívják, hogy mutha, a mikor már teljesen szétszórtak vagyunk a mobilozás után, azt úgy hívják, hogy shipta, ez a teljesen szétszórt elmeállapot, amikor képtelenek vagyunk egyáltalán bármilyen összerendezett, fókuszált tevékenységet folytatni. A harmadik a vik -sipta, amiben a, jó, amiben a jóga gyakorlók és természetesen a szanga is beletartozik, amikor egyébként képesek vagyunk már összerendezett, fegyelmezett meditációba belevágni, képesek vagyunk tiszteletet adni a tanítóinknak, képesek vagyunk kulturáltan, összerendezetten viselkedni a munkahelyen és a magánéletünkben is, de aztán vannak olyan alkalmak, amikor kicsampongunk és visszacsúszunk a szétszórt állapotba. Ezt úgy hívják, ezt az elmeállapotot, hogy viksipta, ami részlegesen összerendezettet jelent. E fölött már a gyakorlás következményeként, ugye a joga világában maga Patanjali mester leírja a joga nyolc lépcsős ösvényét, amiben aki már elindult az összerendezettség útján, és szeretne fejlődni is benne, szépen egy szép napon eléri az úgynevezett ékágráta, a szanszkrit éka szó egyet jelent, az egyhegyűség állapotát, majd amikor ezt az egyhegyűség állapotát már nem kell fenntartani erőszakkal, hanem spontán jön az illető kötődés mentessége révén, akkor lép ki a tudatával az anyagvilág börtönéből. Mi a joga világában úgy tanítjuk, hogy tér, idő, ok, okozat, ezek mind kizárólag az elme birodalmában vannak. És azok, akik szeretnének ebből a birodalomból megszabadulni, miért is akar valaki megszabadulni? Hát azért, mert van halálfélelme, hiszen az élete benzajlik a véges birodalomba, ezért vége is van, és ezt nem nagyon szeretjük elviselni, hiszen a lényünk a legmélyebb síkján pontosan tudja, hogy nincs idő, és mi is időtlenek vagyunk. A másik ok, ami miatt csak elindulunk az önkiteljesedés útján, szeretnénk tudáshoz, vidjához jutni, és ezért gyakoroljuk az ösvényt második ok miatt. A harmadik pedig talán a legboldog, legfontosabb, ahogy látom itt az uraknak és a hölgyeknek, a hölgyeknek és az uraknak az orcáját, azt látom, hogy van bennük szomi a boldogságra. Van bennük szomi a boldogságra, de nem a tamaszikus, nem a rajzsaszikus boldogságra, hanem egy kicsit az időtlen boldogságra is vágyódnak, ami szintén az elmét meghaladó állapotban van benne. De mivel az előbb azzal kezdtem, hogy itt van ez az úgynevezett kis véz, vagy ki hogy szereti mondani, útvonal tervező, mi rendszeresen letérünk az útról, és életközben sem tudunk a legtöbb esetben eljutni a végső célhoz, mert hol meglátunk valami bonzó dolgot, akkor már elhúzzuk a kormányt arra felé, elidőzünk egy kicsit, akkor már rögtön mutatja nekünk a vész, hogy újra tervezés, vissza kell fordulni, megint el kell kezdeni indulni a cél felé, és így járunk életről életre egészen addig, amíg egy szép napon már olyan erős a belső inspiráció, hogy szeretnénk az út végére eljutni a negyedik tudatállapotba, nevezetesen a turíja állapotába, hiszen van nekünk három változó állapotunk, emlékszünk rá, van az ébrenlét, amiben legtöbben abban vannak, néhányan a álomállapotban, ahogy elnézem. És van, aki ugyan most itt nem látok senkit, a deep sleep állapotában van, abban a mély alvás állapotában, amelyekben semmiféle álomtartalom nincs jelen. Na most, amikor már valaki megunja ennek a három állapotnak a körbeforgását, illetve azt a hármas célt, amit említettem, szeretné elérni, akkor kiválasztja magának ezt a negyedik turia, szanszkrit négyes számból adódik ez az úgynevezett turia állapot, amivel ki lehet lépni, és ahogy a védákban, a védák negyedik részében, az úgynevezett upanisadokban, a kata upanisadban leírják, ilyenkor már a joginak az a vágya, hogy az életerőt, amikor Letelik ez a fizikai élete, az életerőt a fejtetőn engedje el, és így tudja biztosítani azt, hogy úgy távozzon el innen a földi létből, hogy ne kelljen visszatérnie. Én azt hiszem, hogy nagyon sokat tudnék erről beszélni, de nincs szükség rá, mert annyi kaland van ezen a Véz nevű úton, magam is, mivel 40 évet repültem utasszállító kapitányként, ezért van bőven élményem, és pontosan tudom az életben, hogy milyen az, amikor te Londonba akarsz repülni, de az Alpok fölött olyan hatalmas zivatar felhők vannak, hogy fölfelé kell akár 100 kilométert is kerülni, és azért ott nagyon ügyesen kell közben kerülgetni, hogy ne verd le az arra járó repülőgépeket se. Úgyhogy ez az egész élet, amit végig élünk, nem más, mint tudatállapotok folyamatos sorozata, és Ezeknek a tudatállapotoknak az elemzésével, ha elkezdünk ma egy picikét foglalkozni a saját életmintáink alapján, akkor hát, ha úgy megyünk ma este haza, hogy kapunk egy olyan lökést, hogyha meg nem is világosodunk, de legalább kapunk néhány vektort, hogy hogy kerüljük el tudatosan és okosan a nagy zivatar felhőket az életünkben. Nagyon köszönöm Omkára inspiráló bevezetőjét, és egy pár ilyen unalmas buddhista alapfogalommal szeretném folytatni, hogy aki még eddig nem vette föl az alvás, a mély alvás, vagy a szamádi állapotát, hogy választhasson belőle. Nagyon sokszor említjük, hogy ha te az úton jársz, akkor a tanító, tanítás és tanítványi közösség az úgy eszenciális. Elején, közepén, végén. A buddha, a dharma, a szanga, a hármassága úgy tűnik, hogy azért fontos, mert az ember alapképítésben önközpontú. Tehát nagyon-nagyon hamar kiderül a születésünk után, hogy nekünk ez a test, ez nélkül összetetlen. Ez a legfontosabb. Ha fáj, üvöltünk, ha boldog, nevetünk. Ha éhes, enni, enni. Ha szomjas, inni, inni. Ugye? És előbb-utóbb szeretnénk azt meglátni, hogy mi az, amit körülöttünk van. Na ez a világ. A darma nem csak a tanítás, hanem kisdével a darma jelenségek összessége. Nagydével a darma az az a törvény, amely ezen jelenségek működését hivatott leírni. Oké? Okay? És hogyha magamat és a világot, az egyént és a jelenségeket úgy közösségben látom, az a szanga vagy a maha hiszen hiszen hogyha azt nézzük, hogy minden érzékszerhez kötött lénynek, azaz dzsívának van buddha természete, akkor az emberek elég sokan vannak. Észrevesszük a másik emberségét. Észrevesszük a másik potenciális buddhaságát és a valós budaságát, a saját butaságunkkal együtt. Tehát a buddha, dharma, szanga, tanító, tanítás és tanítványi közösség az az alaphármasság, amire a tan és annak követői, annak átadói építenek, és úgy tűnik, hogy egyik nélkül sincs meg a hagyomány. Hát van, akik ezt hogy tényleg otthon, egy tanítóból, hát van egy csomó, de jobb, ha úgy távol vannak, az a jó, ha meghalt, mert akkor már nem szól vissza akkor már ki lehet adni a műveit, és csak az van. Nem, már nem él. Az a legjobb tanító. A tan, az meg, hogyha rendszerezve van, és logikus, megérthető, tehát abból is rengeteg könyv van, majd én leveszek valamit a polcról, és hogy tanulmányozgatom, getem, követgetem, gyakorolgatom, értegetem. És szanga az a legrosszabb, a legnehezebb, a másik ember. mellette ül, lélegzik, mozog, véleménye van, meg kell vele osztani az ételt, nehogy hozzáérjen a térdemhez, mert ütök. És ki tudja, honnan jön meg, hová megy. Én meg egy levegőt lélegezzek vele, hogy van ez? Nekem kell az oxigén, nekem. Az önzetlennek, nekem. Tehát, amikor a csoportos gyakorlatról beszélt szunkszánszúnyim, akkor mindig azt mondta, hogy hát olyan, mint amikor a burgonyát azt nem egyenként hámozott, hanem így beledobod egy hatalmas lavor vízbe, és egy bottal így megkevered az egészet, és ledörgölik egymásról a burgonya szemek, a héjat, a sarat, a stb. Ez elképesztően fontos, miért? Mert az a fajta tamasztikus karma, amiről hallottatok, az magától olyan könnyen nem jön le. A krumpli szem nem látja a saját héját. Azt hiszi, hogy vele úgy minden rendben van, a másikkal van a baj. És egy másik hármasságról van szó, három P betűs helytelenségről, projektálás, panaszkodás, perlekedés. A gyenge tudat, a másikra vetíti a saját problémáját, és azt hiszi, hogy a másikkal van baj. Projektálsz. Ekkor rögtön panaszkodsz, hogy a másik milyen rossz, meg helytelen. Meg mindig vele van a baj, nem veled. És ezek után perlekedés van, hogy kinek van igaza. Ez az, amit az információ tamasztikus szintjének lehet mondani. Ahogy hallottad, van a karmának háromféle alapmegnyilvánulása, az anyag, az energia és az információ, vagy tudat. És ezen mind három rétegnek van szatvikus, rajasztikus és tamasztikus megnyilvánulása. Oké? Az anyagban például egy nagyon minőségi ötvözet, ami elképesztően jól szolgál, és nagyon jól ki van kovácsolva. Az egy szatvikus anyag. Amikor energiáról van szó, és az anyag rendkívül hajlékony, rendkívül strapabíró, például grafit, titánium, vagy valami elképesztően megjósolhatóan viselkedő, nagy terhet bíró valami, ami már nem statikus, ez a rajasztikus anyag, és, és elképesztően jól lehet vele dolgozni, mert megjósolható. A tamasztikus anyag a selejt. A selejt, a szemét. Mert azzá tetted. Megfigyelted, hogy a természetben nincsen selejt? Oké. Okay. Energia. Nézd meg, a szatvikus energia fölfelé visz. Ezért szeretsz bizonyos emberek társaságában lenni, mert inspirálnak. Rajasztikus energia meggyújt, meggyújt. A tüzet adja. Késztet valamire. Negatív ragyasz manipulál valamire. Tamasztikus energia beszív, mint a fekete lyuk, ezek az energiavámpírok. És nem szeretsz velük lenni, de néha velük kell dolgozni, néha, uram, bocsa, egy ideig velük kell élni, és, és nem tudod, hogy hogy változol meg. És a szatva az információ birodalmában, hogyha csak nullákra és egyekre bontott tömeg van, az a feledés olyan információ, amely a megjelenésénél fogva csak a feledést hozza. Ez a tamasztikus információ. A rajasztikus információ nagyon komoly rendszert épít. Elképesztően jól tud modellezni. A szatvikus az a nem tudható. A szatvikus információ az, ami a megszabadulás útja. Az elképesztően világos, de már nem fogalmi jelenlétnek a birodalma. Éppen ezért a zenben, és egy másik hármasságra rögtön átugrunk, van három alapelem. Az egyik a nagy kérdés. A kérdés, amely elvezet önmagadhoz, mert felteszed azt, hogy mi ez? Eredeti formájában, amikor nem gondolsz jóra és rosszra, mi az eredeti arcod? Később, mi az eredeti arcod? Még később, mi ez? A jogának a nyolc létű ösvényéből ismerjük a pratyahára fogalmát, amikor befelé fordítod az energiádat nem kis munka után. Ez az ötödik szint. Az első négy az csak fizikum, energetika, pranayama, szabályok, jámaniáma, ugye a legelső. Ezeket szoktuk elfelejteni itt nyugaton, mert ugye a fitness az kell, de a szabályok azok nem. És az ötödik, tehát a mentális felső négynek az első darabja, amikor úgy befelé fordítod a figyelmedet, és már nem kint keresed a megoldást. És ekkor van egy fix tudattárgy, a Dárana, és a zenben ez a nagy kérdés. A mi ez kérdés? Ekkor legalább egy pillanatra a gyakorlás folytán találsz egy fix pontot, egy olyan jelenlétet, amely ebben a pillanatban nem mozdul, és elkezd térszerűvé, tükörszerűvé tisztulni, tágulni. És hogyha eleget gyakorolsz, elég nagy a bátorságod, ez a második ebből a hármasságból, nagy kérdés után jön a nagy bátorság, hogy tartsd meg ezt, és ne kövess semmiféle illúziót. Ne engedd az elme játékait elhatalmasodni rajtad, mert elnyelik a játékost. Semmi baj egy színdarabban, rengeteg színésszel, hatalmas színpaddal, de nem szabad, hogy elnyeljék a rendezőt, beszippantsák valahova a zenekari árokba, ahol ott elfelejtődik, és ő nem látja a színpadot, és nem látja a színészeket. Oké? Okay. Nagy bátorság kell ehhez, mert újra és újra ki kell szednünk magunkat különböző árkokból, elakadásokból, téves nézetekből és hamis azonosulásokból. És ha ezt nem csináljuk meg, akkor elakadunk. Nincs meg a nagy bátorság, tehát. A tan helytelen. A tanítónak nincs igaza. A szanga nem szeret engem. Nem fogad el. Nem támogatja a gyakorlatomat. Ekkor szoktak ezek a projekciók megszületni. Ha ez előfordul, oda és vissza, belőled vagy másból tudod, hogy itt elképesztő elakadás van belül, és a legnagyobb együttérzéssel kell beszélni vele, hogy valójában hol van a probléma. Oké? Okay? És a harmadik, ebből a nagyon fontos alapvetésből, az ennek a nagy kérdésnek és nagy bátorságnak az eredménye, ez a nagy hit. Tehát a zenben nem hitelveket vagy dogmatikát helyezünk az oltár tetejére, hanem a tapasztalati alapú, a transzcendens úton szerzett tapasztalatokból összeálló hitet említjük, mint ennek a három alapelemnek a legfontosabbikát, és épp ezért ez a legutolsó. A legelső, a nagy kérdés. A továbbvitel, a nagy bátorság. És az eredmény az a hit, amivel a nem keletkezőt és nem múlót tapasztaljuk, még tovább tapasztaljuk, és aztán elkezdjük helyesen használni azért, hogy megszabaduljunk, megszabadítsunk magukat és másokat egyaránt, tehát ébredjünk, tisztuljunk és fejlődjünk. Ahogy ez egy újabb hármas fogalom, ez a fogalmi hármasság, ez nyugaton még nem eléggé ismert, rátában a nyugat a fejlődésre helyezi a hangsúlyt, hogy átalakítom úgy az elmémet meg a testemet, hogy ez jó legyen, és mihelyt ez az átalakulás megvan, és én eléggé fejlett vagyok, elmegyek napozni. És ilyen kis koktélt, citrom vagy narancs szelettel ott szürcsölgetek a fehér márványos medencének a partján, mert én fejlődtem. Köszönöm, ennyi volt. Na, amikor ezt a tapasztalod, tudod, hogy ott vége. És az, hogy a lélek felébredhet valami magasabbra, nagyobbra, mint az ő saját múlékony, önmaga és tökéletlen önképe, ez úgy, ez úgy nincs. Miért? Hiányzik a paradigmából ha téged az Isten a saját képére teremtett már így, ahogy te kigyűttél anyukából, hát akkor minek kéne dolgoznod? Egyfelől. Másrészt mindenki bűnös. Hát akkor csak a megváltás segíthet, minek dolgozzál magadon. Minek? Egyetlen hova tudnál te fölébredni? Följebb ébredni, mint a kis csipuszt kiszeded a szemedből reggelente, megmosod az orcádat és mész dolgozni. Te hazajössz egy képernyő elé, megfogod így valakinek a kezét, akit már alig ismersz, és akkor én jó éjszakát kívánok. Tehát ebből az életformából nagyon nehéz azt tanítani, hogy ember, te potenciálisan, hangsúlyozom a lehetőségek szintjén, egy teljesen megvilágosodott lény vagy, egy dzsíva mukta, nem csak egy érzékszerfesz kötött, koreol dzsungszeng, szarki túl dzsíva, a felébredett lény az a dzsíva mukta. És ez az, amit így nyugaton így nem szoktunk. Tehát a fejlődésnek a szintje az annyira alacsony A-ból alacsony B-be megy. Miért önképváltás az nincs? Tehát, hogyha csak önismeret van, de nincs önmeghaladás és önátalakítás, akkor nagyon nem léptünk ki a saját mentális komfortzónánkba. Oké? Okay? De uram, bocsá, hogyha megengedjük azt, hogy az ébredés mellé egyfajta belátással tisztuljunk is, akkor a fejlődés már egy új dimenziót vesz, de ehhez neked az oltáron a saját énségedet el kell tudni égetni. Ez az ára, hogy te, akinek eddig gondoltad magad, az nem fog létezni, mert az már akkor is illúzió volt, amikor még közelébe se volt állat annak. Csak most rájöttél, hogy az. Oké? Okay? És hát a hármasság mellé azért így kívánkozik egy olyan alapstruktúra, mint test, lélek és tudat, és azt hiszem, hogy nagyon kevesen tudják azt, hogy milyen elképesztő érték a test, csak a baj van vele. 50 fölött meg aztán még inkább csak a baj van vele. 80 fölött nem is tudom, mi van. Majd megkérdezem Bélát, mert ő tudja, ő már tudja. 70 fölött mi van? Jó vagyok a bőrömben, köszönöm szépen. De csak azért, mert az előző 40-et végiggyakorolta. Tehát ezt azért szeretném csak így kihangsúlyozni, mert hogyha a testet megfelelő módon látjuk és kezeljük, és a lelket, ami a karmádnak így az összessége csomóban, egy kis én vonalkóddal a tetején. Ha ezt is jól látod és kezeled, akkor te jól tudsz lenni a köztes lét minden négy állapotában. Viszont ehhez kell a harmadik, a tudat vagy tudatosság. Tehát nézzük meg ezt a három gyönyörű szótagot, nem megfeleltethető a korábbi hármasok egyikének sem, ez om, tat, szat. És ez a szat, majd kérdezzétek meg a jogamesterünket, hogy ez pontosan mit jelent, ez a szatvikus szat. Ha ez a szat nem lenne ott, akkor az óm meg a tat az úgy semmit nem ér. Úgy, ahogy van. Tehát az az univerzum, az az om, ez a világ, amit van, ez attól ér valamit, hogy ebben az ember fejlődhet, mert ébredhet, mert tisztulhat. Másképp ez nem megy. Tehát ez a test, ez egy elképesztő szerszámkészlet. Miért? Miért van rá szükség a maga mullandóságában, tökéletlenségében és feltételhez kötöttségében? Mert van egy olyan brutális axióma, hogyha te emberi testben építettél föl bármilyen karmát és a hozzáfűződő identitást, akkor az csak egy újabb születés alatt emberi testben tudod realizálni, módosítani, továbbvinni, vagy megsemmisíteni. Oké? Ez a teremteni, megtartani és megsemmisíteni, és részemről ez lesz azt hiszem az utolsó hármas ma este, az általam nagyon is tisztelt Trimurtinak a megnyilvánulása. Brahma ugye a teremtő, Vishnu a megtartó, és Shiva nagyon érdekes, mert ő a bontó, pusztító, tisztító hármas. Tehát bont, mert ugye a lebomlás, a mulandóság az ott van az attribútumok között, és ez a bontás, ez kétféleképpen történhet, vagy pusztulsz, vagy tisztulsz. Mi a különbség? A különbség a ragaszkodás az, az az azonosulás a karmáddal. Mondok egy példát. A kígyó, a kígyófajok nagy része évente egyszer vedlik. És amikor ez a hámrétegnek nevezett bőr elkezd szépen leválni róla, akkor a kígyó megfelelő helyen ezt így csik, csik, csik így leveti, és az új bőrrel távozik. Na most, hogyha ezt egy ember siettetni szeretné, akkor a kígyó még ragaszkodik a bőréhez, és úgy érzi, hogy ez a humán meg akarja nyúzni. Tehát, ha még azonosulsz a karmáddal, akkor úgy érzed, hogy pusztulsz. Ha nem azonosulsz a karmáddal, úgy érzed, hogy tisztulsz. És a történés ugyanaz. Tehát megkérdezte magától bárki, hogy a sakti, a lényeg, koreaiul, a jó az a kis Arany gömbben szimbolizált eszencia, amit a sárkány így megfog, és az erőfeszítésben, földönvizen levegőben és föld alatt, bárhol megragad, ez a jó idzsú, ez az élet eszenciája, ez a sivával van párosítva, olyan miért? Mert a múlandóságban tudod ezt a legjobban tapasztalni. A feltételhez kötöttségben tudod ezt a legjobban tapasztalni. A lényeghez, a teremtés és megtartás boldogságában te nem tudsz eljutni. Viszont a mulandóság tüzében kiégnek az illúzióid. És pontosan látni fogod, ha mered, ha kérdezel rá, hogy mi az, ami jön és megy. Keletkezik, marad és megszűnik. És mi az, ami ezt látja? ami nem keletkezik és nem szűnik meg. Nem jellemző rá a teremtés megtartás lebomlás hármassága. Mi ez a vidja, vagy a látó? Amennyire tudom, a hindu kultúrában ezt Átma Brahmannak nevezték, és annyi attribútumot kapott, hogy a Budhának úgy le kellett már hántani ezt a kígyó bört, és, és az anattá, vagy a nem énség, nem személyesség tanát tanította, amikor erről a lényegről volt szó. Na most mi ezen vonatkozásban akár hitvitába is bonyolódhatnánk. De miért nem tesszük ezt? Nem csak hajlott korunknál fogva nem tesszük ezt, mint az enyém hajlott, az övé így, így ül, így, nagyon jó. Hanem arról is van szó, hogy a végső valóság, mivel mind a ketten egy advaita utat követünk, nem szóba fogható. Miért? Nevezzem, akár átmannak, akár anátmannak, hogy ahogy én szeretem, az anátma brákman. Ízlelgesd egy kicsit. Ott van a gyönvér benne. Nagyon finom. Azért jó ez, mert ezt nevezheted bárhogy. Eredeti mi voltában teljesen transzcendens, nem érzékszervi, nem gondolati, tehát nem köthető semmilyen náma, rúpa, név és forma állapothoz, mert bizony az teremtetik, megtartatik és megszüntetik egyetlen egy kozmikus rendelettel. Nagyon kevés brahmát templom van. Én kettőről tudok. Jóval több Vishnu templom van, viszont a legtöbb a Siva. Miért? Mert inkább figyeljünk arra, ami ennek a létezésnek a felnőtt változata, az, hogy rájövünk, hogy meg fogunk halni. Rájövünk, hogy ez a test miből van. Rájövünk, hogy a lelkünk az mennyire el tud sötétülni, és nem elég tudatos. És rájövünk az okozatiság tűzében arra, hogy az eddig jutunkat is mi jártuk, mi kovácsoltuk, és mi irányítottuk a mi kis navi szoftverünkkel. És a következőkben is így lesz. Ne várd azt, hogy kívülről bárki vagy bármi megment. Nincs ilyen te azt ne személyesítsd meg. Ha erényt gyűjtöttél, akkor az univerzális bankba a számládra bekerült egy kis szerencse zseton. Ugye a legnagyobb szükség idején, amikor már te elméből mindent feladtál, akkor láthatólag egy ilyen isteni gondviselés oda valamit, egy ilyen kis szalmaszálat, ilyen az a te korábbi bankbetétednek a hirtelen készpénzben történő kiutalása. Ha nincs jó karmád, akkor az azért nincs, mert nem építetted föl. És végül a tér idő tudat hármasságában szeretném elmondani azt, hogy a tér és az idő működését azt nem az elme teremtette, és nem az elme szabályozza, de ez éli meg. Egy sokkal, de sokkal magasabb szint szabályozza ezt, nem pedig ez a duális elme, amire olyan, de olyan büszkék vagyunk. Főleg ez az, ez az IQ, hogy nekem 147 és feles IQ-m van. Na és? ettől még lehetsz magányos, ettől még lehetsz borzalmas, ettől még lehet az életed reménytelen. Miért? Mert túl gondoltad. Az átlagon felüli izmos iq ddal túl gondoltad, és ez az eq rovására ment, mert érzelmileg aztán sehol, de senki, és sehogy. És mi a harmadik ilyenkor? Az az, amikor mondjuk a tiszta tudat tapasztalatának birtokában az eskúd, a spirituális kociensed is elkezd működni, mert a nem gondolkodóval, a nem keletkezővel, a siva saktinak is nevezhető lényeggel egy picit barátságot kötöttél. És ekkor az énségednek megmutatkozik az a három aspektusa, amely nélkül szerintem egy ember, mint nézett világ nem lehet teljes. A legelső, amivel te tudatosan találkozol a fejlődésed során, az az aham, a saját önképed. Én ez vagyok. Ezt szeretem, azt nem szeretem. Azzal egyetértek, ezzel nem értek egyet. Ez a dualitásokból fennálló önkép, amelyet újabb szanszkrit fogalom az ahamkára, mint folyamat létre az elmében. Ez egy speciális dolog, amikor a dualitásokat úgy rendezem, hogy az előbb említett hármas ösztöncsoportot, mint teremtés, megtartás, túlélés, saivák, túlélés, nehogy elpusztuljak, elfogsz. Nehogy megtisztuljak, meg kéne. Tehát ezt a három ösztöncsoportot így beépíti magába, és az ő világképe az arra épül, hogy ebből a háromból mi kell nekem. Mi kell nekem ahhoz, hogy az én énem, az én önképem lehetőleg belépjen az öröklétbe, a feltétel nélküli boldogságba, a megjósolhatóságba, és itt jön a kedvencem a biztonságba. Biztonság. Köszönjük szépen. Biztonság. Gondoljuk már. Át. Tehát ez az aham. Innen van az önzés. Innen van az a bezáródás, hogy én vagy mi mások felett. Te inkább élt túl, és a másik inkább ne. Ez a mély ösztön, a túlélő ösztön az emberi ahamnak, vagy sajátos önképnek a sajátja. Az önmaga. Nehogy azt így, hogy ez mélyen benned nincs meg. Ez ott van, csak lehet, hogy még nem éltél át olyan válsághelyzetet, ahol így előjött volna, akkor iszonyat kellemetlenül, de a saját túlélő ösztönöd valakinek az utolsó falatját jó esetben megfelezte, de lehet, hogy el is vette az egészet. Oké? Okay? És ennek a, az egész mechanizmusnak, ami az érzékszervi lét, a gondolati, érzelmi, emlékező és megkülönböztető tudatosság, ennek van egy úgynevezett végrehajtó ágense amikor a nullákból és az egyekből jelek, cselekvések, impulzusok lesznek, és meghajtják az izmokat, érzékszerveket, gondolkodást és érzelmeket újra. Ez a manasz. A manasz, ami az elmének a végrehajtója, a kifutó fiúja, a hadserege, attól függ, hogy éppen mivé fejlesztetted. És akkor, amikor ez az önkép nem működik együtt a manasszal, tehát az aham és a manasz között Nincs összhang, ezt hívják személyiség zavarnak, rosszabb esetben személyiség hasadásnak, mert az ahamban nincs rend. Nincs rend. Többféle önkép versenyez egymással. Kettő. Beszélgetünk egymással. Melyik az igazi mester? Te vagy én? Ugye? Ezt a kóant látta, ugye? Szinte minden haladó zengyakorló, hogy Song Am szólította, és megválaszolta önmagát. Na, ez az, amikor szimuláljuk azt, hogy két kép van. Ez melyik az igazi mester bennem? Csak ezt a párbeszédet ne kezd el, mert hogyha a kóant nem oldottad meg, nem tudod, hogy hogy kell abba hagyni. Oké? Okay? És mihelyt az ember elkezd erre rálátni, ez a látás, ez elkezdi a tükörről ezeket a hatalmas, ragaszkodó, azonosuló foltokat leolvasztani, és az önvaló tapasztalatának a mértékében a buthi megjelenik. A buthinak nagyon sokféle interpretációja van, pusztán intelligenciának, inspirált intelligenciának is szokták mondani. Én ezt költői szabadsággal élve az önvaló nagyköveteként definiálom. Tehát amennyiben van transzcendens, éntelen tapasztalatod, a buthi annyira aktív, és hogyha a Buddhi, a megvilágosodott része a tudatodnak elkezdi az önképet relatívnak látni, kapcsolódónak látni, a karmádat nem abszolútnak látni, akkor elkezd a személyiség lélegezni és elkezd egészségesebb lenni. Tehát Buddhi, Aham, Manasz. Mi történik akkor, hogyha az Ahamot a meditáció által teljesen ki tudod venni a képből? akkor a buddhi és a manasz közvetlenül kapcsolódik egymáshoz. Ez a just do it, a csak Ted állapota. Tehát ki van véve az önkép, az aham, mert az aham kára le van állítva. Az én csinálás akkor van leállítva, amikor a meditációdban akár mantrával, akár a nagy kérdéssel, akár a lélegzeted és a testtartásod figyelésével az elméd, manasz és társai, érzékszervek duális tevékenységét megszünteted. Tehát mihelyt a manasznak a nullái és az egyei leállnak, az ahamkárának az én teremtő mozdulata szintén leáll, és az önképed, mint egy fix entitás, aminek az egókéreg a védelmezője, el tud oszlani. Ettől félünk a legjobban. Ezért nem csináljuk. Hogyha az önkép megszűnik, én is megszűnök. Azzal, hogy az önképed megszűnik, te, mint entitás, nem, hogy nem szűnsz meg, szabad leszel. És egyben felelősebb is leszel. Tehát, hogyha a buddhi az, amelyik dominál, akkor egy szatvikus személyiségről van szó, hogyha az aham dominál, akkor egy átlagrajzsasz pozitív vagy negatív rajzsaszikus személyiségről van szó, és ugye csak a manasznak a gépiessége, robotsága dominál, az arctalan, éntelen szokások, amikkel ha lefokozzuk magunkat, akkor ez egy tamasztikus én. Szerintem pont ennyi elég a bevezetőbe, és várjuk tiszteletre a kérdéséteket. Ez az én kép, és az, hogy mi hol is helyezzük el magunkat ezekből a tanításokból, hogyha most azt veszük, hogy sokan például a pszichológusok azt mondják, hogy először nekünk kell, hogy rendben legyünk, és, és, utána tudjuk a körülöttünk lévőket, a családunkat, a gyerekeinket rendben tudni, akkor ezt most hogy is van, hogy inkább szolgáljuk őket, mi viszont ne annyira fejlődjünk, vagy mi viszont ne magunkkal foglalkozunk, hanem inkább másokkal. Vagy akár ez a repülőgépes történet is, hogy hogyha éppenséggel zon az a repülőgép, akkor nem magunkat szolgáljuk, hanem inkább a gyerekre rakjuk csak rá, de lehet, hogy miközben meghalunk. Tehát, hogy, hogy ezeket úgy nem látom teljesen tisztán, hogy hogyan is kellene ezt, ezt kezelni. Igaz, a mindennapokban vagy úgy lefordítva egy picit. Kapitány repülőgébe, hogy szokás lesz. Hát, Köszönöm. A repülés részét szívesen vállalom. Na, na, Szvámi Sivánandának van egy nagyon egyszerű tanítása: egyetlen cél van az életben az teljesedés. Minden más célnak ezt a végsőt kell szolgálnia. Tehát gyakorlatilag, amikor jönnek ezek a konfliktusok az életben, akkor kell tudni neked itt és mostba cselekedni, ha van rendezőelved. A rendezőelv pedig nagyon egyszerű, vagy egy önző én végre végrehajtott cselekedetet hajtok végre, azaz a cselekedetemet az önzés motiválja, az egó motiválja, vagy pedig azt teszem, amit abban a helyzetben tenni kell. Hogyan tudom, hogy egyáltalán darmikusan cselekedtem? Az egyik tanító az így fogalmazta meg, akkor cselekedsz darmikusan, hogyha mielőtt a cselekvést elindítod, megkérdezed magadtól azt, hogy amit cselekedni akarok, az összhangban van-e a szívemmel, az értelmemmel, a helyjel és az idővel. Ha a szív és az értelem vitatkozik, ahogy szokott mindig, akkor a szívnek van prioritása. Magukat, azokat a szabályokat, amik a zenben vannak, amiket én nem ismerek, de a joga világába mind ismerem, tulajdonképpen neked nem ki kell menekülnöd a világból, és egy elvonult zenesnek lenni, vagy egy elvonult jogázónak, ez is egy út természetesen, hanem ha már döntöttél a család mellett, akkor a zent a családba kell gyakorolni, és a jogát a családba kell gyakorolni, mint az önkiteljesedés eszközét, és akkor teszem a legjobban, hogyha az előbb említett négy elvet alkalmazom, feleségem, férjem és minden szituációban. Sikerül ez minnyájunknak? Nekem sajnos nem. Sajnos gyakran van, hogy előbb cselekszem, mielőtt ezt a négyest megnézem, akkor kapok egy mínuszpontot. De legalább ha tudom, megvannak a jogának azok az eszközei. Például nálunk a komolyabb gyakorlóknak naplót kell vezetni. És a napló, napló vezetés közben ezeket az ember rögzíti. Itt van egy ember hátul sárga ruhába, 2014 óta, ha nem tévedek túl nagyot, minden nap vezeti a naplóját amennyit ő tud magáról, és ráadásul, mivel egy nagyon okos ember Excel fájlba vezeti a naplóját, az a helyzet, hogy már ismeri a saját személyiségének a hullámzását, miközben a másik ember az egész életét sodródással tölti el. Ez a sodródás, ez azt jelenti, hogy egyszer csak észrevesz, hogy belökték a gödörbe. Meghalt, mielőtt élt volna. És tulajdonképpen a kulcs szó az, amit szunimtól is gyakran ha, hallunk, hogy képes vagyok-e a jelenbe élni, képes vagyok-e ott tölteni az életemet, ahol a jövő átfolyik a múltba. Az emberek 80%-a vagy a múltban, vagy a jövőbe él. A cselekedeteinkhez a legtöbb baleset is azért következik be, mert nem az autópályán vagyok, hanem valahol egészen másutt, csak nem veszem észre közbe, hogy megállt a kocsi sor előttem. Én meg megyek ugyanannyival, mint előtte. Visszatérve, ha sikerül visszavándorolnod erre a vékony fátyorra, mennyi szerinted a jövő és a múlt közötti jelen időtartama? Nagyon kevés, 0,001 másodperc. Limesz nulla. <laughs> Limesz nulla. Tehát gyakorlatilag ez az élet legnagyobb művészete. Iridlek mindenkit, aki 24 órában benne tud lenni. És amiket a bevezetőmben saját magam mondtam, igyekeztem csak feleleveníteni a sarokpontokat, pont azt szerettem volna kihangsúlyozni, hogy ha olyan erős benned a vágy az önkiteljesedésre, ha képes vagy azt a létrát, létrafokokra felbontani, ami elvezet a te általad megfogalmazott önkiteljesedés célhoz, és mindig egyenesen nézel, akkor mindig látod a következő lépést, és mindig látod a végcélt. Ha lógatod az órodat, akkor fantasztikus, soha nem fogsz pofára esni az úton, mert nem lépsz egy gödörbe se bele, de ugyanakkor egyszer csak észreveszed, hogy a cél már 180 fokkal arrébb van. Ezért, ha egyenesen nézel, a jelenbe élsz, hazaérsz. Van négyféle ilyenség, és a negyediknek van két változata. Az egyik, ha valaki éhes, enni adsz neki, ha valaki szomjas, inni adsz neki. Ez az úgynevezett odaforduló viselkedés. A másik, ha valaki boldog, te is boldog vagy. Ha valaki szomorú, egy ideig vele együtt szomorkodhatsz, aztán persze megvigasztalod. De ez az együttérző, érzelmileg együttrezdülő viselkedés, ez az alanyi egyé váló viselkedés. A kérdés, amit föltettél, pont arra vonatkozik, hogy mikor van szükség az egyikre, és mikor a másikra. Tehát a repülőgépen én azért utasként repültem nagyon sokat, és mindig minden légitársaság minden egyes járaton azt mondja, hogy azon valószínűtlen esemény beköveztek. Tehát lehullanak a kis maszkok, először magunkra és várjuk meg, hogy az oxigén folyjon, de közben tegyük rá a gyerekre is. Hát először a te oxigéned kell, mert anélkül véged van, és utána azok, akik nélküled biztos nem tudják föltenni. Utána jönnek ők. Ez a normális, ez a helyes. És hogy hallottad, ugye az értelem, az érzelem, a helyzet és az idő. Mi emberek elképesztő paradox lények vagyunk. Tehát az érzelmeink, az értelmünk, a beszédünk és a tetteink nagyon ritkán mutatnak egyértelműen egy irányba. Nézd meg! És hogyha nincs meg az a pillanat, az a tisztasság, amivel a helyzetet, kapcsolatot, időzítést tudnánk menedzselni, akkor, akkor reménytelen lenne, hogy ezeket a széttartó karmákat, ezt a káoszt, ami bennünk van, ezt szebb alakra tudnánk hozni. Megkérdezték Szumszánszóimt, hogy mi a pillanat, azt mondja, egy per végtelen. Nagyon hasonló ahhoz, amit most hallottál. Gyönyörű. És ugye fotográfusok tessék nézni, hogy az egy per végtelen, ez Ez micsoda minőség. A régi filmkamerák legjobbika tudott mondjuk 8000 ezredet, egy per nyolc ezredet. Aztán laboratóriumban, amikor ilyen nagyon speciális kamerákat építettek nagyon speciális alkalmazásokra, eljutott az 1 per 1 millió modig. Tehát 1 per 1 millió. Millió mod másodpercnyi expozíció. Oké? Okay? Tehát a fotont így elfogták. De nem sokkal később ez meg is állt. Hogy pont hol azt már nem tudom. De mindegy, valahol ennek fizikai határa van. Tehát mi gyorsabb a fénysebességnél? A gondolatod. Azonnal ott van. Nincs téridőbeli határa. Azonnal ott van. És éppen ezért nagyon kell vigyázni a pillanat tisztaságára, hogy most épp odaforduló vagy azonosuló. Nincs előre megmondva. Ott helyben el kell döntened. De ha az önképet dualitása közbeszól, elkezdi torzítani a tükröt. Elkezdi lelassítani a pillanatot. Tehát ha kiveszed az ahamot, a te önző mi voltodat a képből, akkor a tisztánlátás alapján a manasz azonnyomban végrehajtja. Gondolkodás nélkül. És ezért van a zenben az, hogy gondolkodás nélkül az éppen ilyen a buddha. Oké? Okay. Úgy érzem, hogy sikerült beazonosulnom egy mozgásformával, amely ö, úgy tűnik, hogy most körülbelül egy tíz hónapja indult el a testemben egy folyamat, ami korlátozza ennek a ö, további kiteljesedését. És ö, én azt éltem meg, hogy pontosan, hogy rátaláltam az utamra, arra, hogy mi a dolgom, és megéltem benne a jazzduit érzést, és ö, minden lelkesedésemet ezt táplálta. És most ö, igyekszem ehhez jól hozzáállni. Mindent ö, igyekszek megtenni, nekem ez nagyon nehéz. Viszont. Ö, egyszerűen azt érzem, hogy, 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 hogy ez, ez, a tűz, és nincs út. És nem tudom, hogy hogyan csináljam. Van tanítód? Azért kérdezem, mert a probléma az mindig ott szokott lenni, és a nyugati világban ez majdnem 99 os Miért nem nőnek ki buthák Budapest különböző sarkain. Azért, mert a szanga nem elég erős, azért, mert az ego olyan erős, hogy már a tanítóhoz nem fordul oda, ha odafordul a tanítóhoz, akkor a tanító meg tudná neked azokat a lépcsőfokokat adni, hogy el ne veszítsd azt a fonalat, amit az előbb olyan szépen azzal kezdted, hogy elkaptál már. És pontosan azért a szunim is említette, hogy meg kell nézni, hogy a ház, amit építesz, annak vajon van-e alapja. Tehát azok a szabályok, amire egy személyiség felépül, azokon dolgozni kell, dolgozni kell a fizikai testen. Igen, hogy szép, egészséges testünk legyen, hogy hosszúakat tudjunk meditálni, és a hosszú meditáció eredményeként meg tudjunk dolgokat tapasztalni. Szükség van ahhoz, hogy fejlődjünk energiára, szükség van minőségi ételekre, és szükség van olyan emberekkel való beszélgetésre, akik ugyanazokkal a problémákkal küzdködnek, mint te. Egy szó, mint száz, azt a finom átvezetést kérd meg a tanítótól, ami a testi sikereidből átvezet az energetikai sikerekhez, az energetikai sikerektől, itt a pránájámára is gondolok, és az energetikai sikerektől pedig átvezet a stabil mentális állapotba, hiszen nem azért gyakorolják a jogik a pranayámát, a légzés gyakorlatot, csak hogy magasabb energetikai szintre kerüljenek, hanem azért gyakorolják, mert az elme és a légzés kényszer kapcsolatban van. Aki szabályozta a légzését, az szabályozta az elme működését. Egy szóval előkészíted azt, hogy totálisan uraljad, az értelmi és érzelmi állapotodat, és ne tapasztaljál meg menet közben akkora hullámzást, hogy egyszer úgy érzem, hogy megvilágosodok, két perc múlva meg bőgök, mint az állat. Mi látja belül tudatosan a testedet? Mi az, ami érzékeli a fizikai állapotodat? És mi az, ami a lelki állapotodat érzékeli? Ha ez a kettő különbözik, ott még baj van. Tehát, ebben a pillanatban mi a helyzeted, mi a kapcsolatod a fizikumoddal és a lelkeddel, és mi a helyes működés belül és kívül. Egy biztos, a személyes megszabadulás lehetetlen mások segítése nélkül. Van úgy, hogy magunkon tudunk segíteni. Van úgy, hogy másokon tudunk segíteni. Olyan nincs, hogy egyiken se tudjunk segíteni. Tedd azt, amelyiket éppen megteheted. Köszönöm. Az én kérdésem az, hogy az ahámkára az dolgozik a tárháztudatból is, vagy csak a teremtés, megtartás és túlélés az, ami vezérli? Teljesen jó a kérdés, gyakorlatilag egy olyan világban szeretnéd, hogy besétáljunk, egy olyan világban szeretnénk, hogy besétáljunk, amíg, ami visszamegy a Teremtésig, jól értettem? Mert a, a fő kérdés az, amikor az ember elindul egy úton nevezetesen az önkiteljesedés útján, és megjelenik a tudata, Tudja, hogy vagyok, utána ezt a tudom, hogy vagyok, ez egy különleges érték, és utána borzasztóan vigyázok magamra, majd egy szép napon, mivel ott van az ahámkára, a tartós én csináló, rájövök arra, hogy nekem korlátom van emiatt, hiszen egy falat építettem föl, amit le kell bontanom ahhoz, hogy még nagyobb legyek, ahhoz, hogy elérjem az abszolútat, és abból, amit, amit kimondtál, azért vagyok egy picikét bajba, mert egy transzcendentális kérdést tettél fel, egy a teremtéssel játszadozó kérdést tettél föl, mivel magában az elmében van kizárólag idő és tér, magában az elmének része, az ahamkára, az én csináló, abban a pillanatban, amikor az ahamkárát becsuktad, azaz felülemelkedtél rajta, felszámoltad, abban a pillanatban nincs tér, nincs idő, nincs ok, nincs okozat, helyette van felébredés, és a felébredés állapotában viszont nincs teremtés nem tudom, hogy szóljál, hogy mi az, amit, amit, esetleg én nem kaptam el a kérdésedből. Választhatom, köszönöm. Hú, akkor nagyon szerencsés vagyok most. Gyémán szútrát idézem. A múlt, a jelen és a jövő összes karmája ebben a pillanatban összpontosul. Lábjegyzet, a mikrokozmosz és a makrokozmosz közötti határ, az az éned. Az egyévállás pillanatában a mikrokozmosz és a makrokozmosz egyéválik. Ez az egész a tudattalanod. A lesz. Tehát az állaja vizsnána nem áll meg a te kis személyes tudattalanodnál, ahonnan dolgozik az ahamkára, és az indrián, az érzékszerveken keresztül ugye elindul az, hogy megnevezem, a vizsnána odaadja a nevetés formátnek hogy bot, és barna, és ekkora. Utána jön a manasz, a megkülönböztető tudatosság, hogy ez rövid, vagy hosszú, kellemes, vagy kellemetlen. Ha üt, akkor lehet, hogy a túlélésemet veszélyezteti. Ha ledugja a földbe, akkor lehet, hogy teremt vele valamit, mint vizet fakaszt, meg ilyen hasonló. Képzeld el, valaki megkérdezte, ezzel tudsz vizet fakasztani? Mondom, nem, ki kell nyitnom a csapot. Hihetetlen. Tehát amikor arról van szó, hogy belülről, vagy az érzékelő világból dolgozik, mindegy. De a mechanizmus nem mindegy, hogy, és itt az ahamkárának egy fő tevékenységére rá kell mutatni, az azonosulás hegesztése. Tehát az öröm és félelem a traumáknak a ponthegesztés és a szokások kiépítése az, amikor végigvarrod a hegesztést. Tehát például a gyakorlat során te tapasztalsz valamit, amitől úgy mész haza, hogy lebegsz a föld fölött gondolatban két méterrel, fizikailag te a talajon jársz, csak olyan energiád van, hogy azt mondta, hogy ilyet még az életben nem. Abban hagyod a gyakorlást, mert elképesztően jól esett, és most már tényleg ott vagyok, és nem már mondjon akármit, most már mindegy, nekem a tuti van, mert én lebegtem itt lélekbe. És akkor meg már, 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 minek itt szenvedni? Hát ne hajlítgassuk már a térdünket feleslegesen. Meg fáj a hátam. Egyébként is bekövetkezett a medenceparti koktél, a kis citromszeletes, izé. és akkor mi történik? Elmegy. Tehát olyan gyorsan lehet szatvából tamaszba zuhanni, nincs az a repülőgép, amely úgy veszíti el azt a megfelelő hajtás, így bum, beleáll a földbe. És akkor a tamaszból elkezd így föltápászkodni, és mondja, hüha, ez borzasztóbb, mint valaha. Ez még gyakorlás előtt nem volt ilyen. Tehát akkor át zuhantam, hogy ilyet biztos, hogy csak azért tapasztalok, mert abba hagytam a darmának a gyakorlását. Megvan a pozitív ponthegesztés, és megvan a negatív. És akkor felépíted a szokásokat, hogy te reggel akkor is fölkelsz, ha nem tetszik akkor is főkelsz, hogyha így dörgölött ki a véleményedet a kis csipuszoddal együtt a szemedből. És akkor, megint egy hármas, a tapasztalás létrehozza benned a hitrendszert. Erről beszéltünk korábban érintőlegesen, hogy a nagy hit az ugye tapasztalás alapú. Amennyire a but hit tapasztalod, az lesz a hitrendszered helyes alapja. Az aham az ekkor az értékrendet beállítja. Tehát nekem értékesebb az, hogy ülök és letisztulok és energiát nyerek, oké? Okay. Semmint, hogy elveszítsem a tiszta tudatomat, és szétperdőjön az energiám a ksipta és a muda állapotába, és beragadok a kátrányba értékrend ott van, és a manasz pedig az életrendet pillanatok alatt. Tényleg 4 óra 30 a manasz pillanatok alatt összerántja a testet, az érzékszerveket, kimész a kis fürdőszobádba, és már itt vagy 4 óra 27 és fél perckor, hogy leboruljál. Azért, mert a hitrendszer, értékrend, életrend trió ezt diktálta, és ezt megcsinálod. Az én csináló az mindenhonnan dolgozik, ahol van emlék, múlt, van perspektíva, jövő, mert a man progresszálni is tud, nem csak regresszálni. És ezért fejezem be a választ azzal, amivel elkezdtem, hogy vigyázzunk, mert a múlt jelenjövő jövő kontinuitása a legnagyobb illúzió, a legnagyobb mája, amire előfizethetsz. Valójában csak ez a pillanat van. Itt viszont érvényesül a múlt jelen jövő hármasság, amit az elméd olyan nagyvonalúan megteremt, hatalmas nagy térés idő dimenziókkal, Holott valójában csak ez az egy per végtelen van itt és most. Nem ütök. Várod mi? Akkor nem. Következő, tessék. Egy gondolatot szeretnék még hozzáfűzni, amivel magam is sokáig kinnlottam. Mint tanítvány úgy gondoltam, hogy akkor szabad nekem igazán elindulni a az önfejlődés útján, akkor szabad egy mesterrel mellett tanulnom, hogyha képes vagyok leírni az egész univerzumot, képes vagyok a nagy, nagy képet magam előtt kirakni. És nagyon sokat kellett killódnom olyan kérdésekkel, amit te elkezdtél, egészen odáig, hogy mester mond el nekem, hogy mi volt az univerzum teremtése előtt egy perccel. És egy, egy idő után találkozunk együtt az Elmegyógyintézetbe, hiszen a teremtés előtt egy perccel nem volt idő. Tehát ezeket a kérdéseket, vagy mikor megkérdezett, hogy mi van az utolsó csillag után egy kilométerre? Ez megint az Elmegyógyintézet, úgyhogy ott megint találkozhatunk, viszont a tanítóknak az a csodája, hogy te azért leszel zenkövető, mert egy olyan mester tanítvány láncolatnak a része vagy, aki a kezedbe adja azt a technológiát, amivel el tudsz jutni az út végére. Tehát kapsz egy szoftvert mellé, és nem kell fáradoznod a nagy festmény kipakolásával, mert ez a tök, ami itt van, ez sajnos csak 1450 köpcenti, és alkalmatlan az időtlen és a végtelen és az abszolút dolgok felfogására, mert maga is véges. Éppen ezért fölösleges az embernek olyan dolgokkal párasztania magát, amire a tudomány és a mesterséges intelligencia is hiába zongorázott be, rögtön kírja az, hogy no answer. A teremtés előtti időszakról nem tudok beszélni neked. Visszatérve, ezt kell csak helyre magunkba, hogy ne várjuk meg azt, hogy kirakják a nagy képet. A mester az azért tanít úgy, ahogy tanít, mert ő is egyszer végigjutott az ösvényen, és amit megtapasztalt az út végén, viszont azt nem tudja elmondani neked. Mert ahol ő van, kidugta a fejét a téridő börtönéből, amit ott megtapasztalsz, az se nevekkel, se formákkal nem lehet leírni. Tehát arra inspirállak, hogy minél előbb legyél együgyű ember, együgyed legyen mindig, és mindig törekedj az elmétlenségre. Köszönöm. Ahogy ezt Pál Feri mondja, hogyan jársz túl a saját agyad eszén? Istennek legyen hála, hogy létezik. Tessék. A kérdésem az, hogy be kell-e engednünk friss levegőt, vagyis friss gondolatokat, új nézőpontot az életünkbe, és ha igen, ezt hogyan tudjuk megtenni, vagy pedig csak fel kell ismerni azt, hogy az mindig is bennünk volt, ez a friss levegő? Az igenis, meg nem is. Azért igenis, meg nem is, mert mit szeretnél elérni. Azt, hogy gondolatmentes legyél. Ahhoz, hogy gondolatmentes legyél, szükség van egy technológiára, ami minden munkahelyen meg, vagy milyen munkafolyamat van. A zennél is van egy munkafolyamat, hogy hogyan jutsz el ehhez az állapothoz. Azokat a gondolatokat mindenképpen engedd be, amelyekkel tudod követni a tanítónak a tanítását, és az összes UFI gondolatot dobt ki. Az összes zavaró gondolatot dobt ki, ami téged, vagy a pályára merőlegesen tart életbe, vagy pedig visszafelé visz téged az úton, mert a legnagyobb problémánk az az, az előbb beszéltünk a VikSipta a részlegesen szétszórt elméjű zenés joga gyakorlóról. Aki pontosan azért nem tud haladni, mert az elméje folyamatosan generálja az újabb és újabb gondolatokat, amivel kizárja a fejlődést. Tehát minden olyan tanítás és gondolat, ami téged ösvényen tart, hasznos, de azt kell látnod, hogy olyannak kell lenned, mint aki át akar menni egy kajakkal a Dunán. Azért, mert a Duna túloldalán van dolgod. Mikor átértél Pestre, akkor nem viszed a kajakot már a honod alatt, ami átsegített a vizen, hanem ott leteszed és elintézed a dolgodat Pesten. Magyarul használd az elmédnek az emelkedett részét azért, hogy lekontrolláld, leszabályozd az elméd alacsonyabb részét, de a végén értsd meg, hogy a felsőre se lesz szükséged. Én azt javaslom, hogy a gondolatokkal az nyugodtan jöhetnek, mehetnek. Amit beengedsz, abból egy kicsit ki is engedsz, vagy mindet kiengedheted. Rajtad múlik. De a tudatod terét azt mindenképp növeld. Legyen nagyobb tér, ahol ezek a gondolatok elférnek. Ez a nem tudom. A nem tudhatóból. A tiszta tükör, tiszta tér tudatból egy olyasféle téresség származik, amiből te türelemmel és toleranciával tudod fogadni magad és mások gondolatait, és soha nem feszülsz rá a véleményeddel egy jelenségre, vagy nem stresszeled magad és másokat feleslegesen. Ez a fajta téresség, ez sokkal fontosabb, mint a tárgy, ami benne van. Néha a tárgya is fontos. Én jóval pessimistá vagyok, mint omkára. Én a gondolatokban nem bízom abszolút értékben soha. Minden gondolat relatív, minden gondolat keletkezik, megszűnik, és egy másik gondolat függvénye, magyarul nézőpont kérdése. Ez amennyire haladónak tűnik néha pont, és annyira kihúzza a tálajt a lábad alól, ha te csak a gondolatokban hiszel, vagy azokra akarsz alapozni. Én azt a teret és tükröt szeretem, ami nem keletkezik és nem szűnik meg, amely előtt bármely gondolat megjelenhet, maradhat és eltűnhet. Kérdése az, hogy az elmédre hogyan alapozol? Ne az elmédre alapoz. Arra alapoz, arra a tudatra, amelyik látja az elmédet és helyesen működteti. Tehát nem a szoftverben vagy a hardverben kell bízni, hanem az operátorban. Oké? Okay? Én időszakosan tapasztalok ilyen szorongást, ez általában éjszaka elő, de el is múlik sok esetben is. Nem talmaz okát, mert a félelem egy sokkal megfoghatóbb dolog, mert szembe tudunk vele nézni. Ez szorongás, vagy akár nevezzük bűntudatnak, sokszor nem tudom, hogy honnan jön. Hogy éppen a időszakomban is előjött már, hogy, hogy éppen nem volt miért aggódjak, és akkor is ezt éreztem, hogy éjszak a felhiadok, és egyszerűen nem vagyok nyugodt, hogy vagy mit lehet le éppen tenni ezzel, hogy ez oldódjon. Köszönöm. Azt tudjuk, hogy az ember félelmeinek és aggodalmainak a gyökere a halálfélelem. Az, hogy jelen pillanatban az az állapot, amiben benne vagy, az segíthetője az úgynevezett pratipaksa bávana, azaz az, az ellentétes gondolat állítása nevű joga módszerrel, arra én nem tudok így két mondatban reagálni, mivel nem ismerjük a, az állapot mélységét, mert ez akár lehet egy olyan állapot is, amiben most vagy benne, ami nem biztos, hogy van akkora erőd a gyakorlás révén, hogy most csak azzal, hogy például bátor vagyok, vagy vagy végtelen vagyok, vagy időtlen vagyok, hogy ezzel ki tudod-e tépni ennek a gyökerét, vagy pedig még az is lehet, hogy átmenetileg egy pszichológusra, vagy egy pszichiáterre van szükség. Mi a joga világában úgy vagyunk, hogy a joga az az önkiteljesedés tana. De ugyanakkor vannak olyan tanítványaim, akik pszichológusok, és a pszichológusok viszont pontosan tudják azt, hogy a társadalomban van egy csomó olyan ember, aki a stressztől és számtalan más okból kifolyólag elsősorban még pszichológiai segítségre szorul, ahol a pszichológus veled együttműködve felszabadíthatja, megtalálhatja azt a csomót, türelmes munkával, amit esetleg egyedül te most még nem tudsz megcsinálni, az már még messzebbre megy, hogyha esetleg olyan mentális stabilizáló tablettára van átmenetileg szükséged, ami egyszerűen megélteti veled a nyugodt tartós pihenést éjszaka, és közben dolgozol magadon, hogy utána el tud engedni a tablettát is. Láthatod-e a hegy lábától a hegy tetejét? Szerintem nem. Oké. Okay. De ez időtől is függ. Most már gondolkodsz. Az első az helyes volt. Tehát, ha te a hegy lábánál vagy, amíg te ott tartózkodsz egy alacsony energiaállapotban, addig a hegy tetejét nem fogod meglátni, csak rohangálsz körbe-körbe azon a szinten, amit az energiád megenged. Nem fogsz magasabb szintű információ birtokába jutni. Tételezzük fel, hogy elmentél terapeutához, és ő azt mondja, hogy ilyen és ilyen tüneti kezelésre van szükség. Ha te jól választottál, és ő helyesen alkalmazza a terápiát, az energiaszinted nő, mert az információ belül elkezd rendezettebb alakot ölteni. És hogyha magasabb energiaszinten vagy, az okságot elkezded jobban látni. Minél magasabb energiaszinten vagy az információ, annál rendezettebb lesz a tudatban. Helyes gyakorlat esetén, hozzáteszem. Hogyha ezek után elkezded mondjuk leborulással és mantrával tisztítani a már egészségesen erős tudatodat, akkor még közelebb kerülsz a hegy tetejéhez, és ez a szorongás hegy. Ez még nem a létezésnek a hegye, vagy az élet és halál körforgásának egye, ez egy jóval nagyobb objektum. Amikor te elegendő karmát vetettél le, elegendő azonosulást szüntettél meg, akkor az energiaszinted szükségszerűen megnövekszik. Ahogy a formából üresség lesz, és az ürességből forma, Ugye az energiából információ lesz, és az információból energia. Az, hogy a túl sok gondolkodás, túl sok képzetalkotás rengeteg energiát von el, mert nagyon sok információt bocsátunk át magunkon, ezt tudjuk. Ebbe szoktunk kifáradni. De azt nagyon kevesen gyakoroljuk, hogy lemondással az információ zuhatagot csökkentem, a belsőt is, meg a külsőt is és ezáltal az energia szintem elkezd növekedni, a tudatom meg tud erősödni, az okság látása magasabb szintről következik be. Tehát amíg a hegy lábánál vagy, nem fogod látni a csúcsát. Tehát most hiába kérdezel, nem fogod látni ennek az okát. Meg kell tisztítani a lelket, meg kell erősíteni a pszichét, és akkor ezek után, amikor magasabb szintű tudatállapotba jutsz, akkor fogod látni ezt. Nálunk a zen módszereiben először a tárgyatlan kérdést gyakoroljuk, sok leborulás, sok mantra, és azután sok ülés alatt. Ez a mi ez kérdés, ez a kérdés forrására irányul. De ha a tükör már elég erős, ráteszel a tükör előtt egy képzeletbeli asztalra egy karmát, egy jelenséget, és akkor tárgyas lesz a kérdés, és rákérdez, hogy mi ez és ebben benne foglaltatik, hogy honnan jön, és hová megy. És amikor rákérdezel, a tisztánlátás által hirtelen kirajzolódik az ok és okozat holdudvara körülötte. Igen, ez ebből keletkezett, és ebbe fog átmenni. Ezt eddig azért nem láttad, mert a tudatod nem volt elég erős és tiszta ahhoz, hogy ezt az eredetet észrevegye. Általában a saját önvédelmi mechanizmusaink miatt ezt nem tudjuk észrevenni. És nem vesszük észre, hogy ez hová megy, ugyanabból a félelemből, nem látásból ö, tapad rá erre a tükörre ez a folt, amitől ezt nem látjuk. Oké? Okay? Tehát a helyes gyakorlat az azt jelenti, hogy lebontom azt a sok-sok abszolútnak kikiáltott rendszer elemet, ami belül a fix gondolkodás, fix érzelmi minta, a típusaim, a sémáim. És hogyha ezeket a sémákat elkezdem lebontani a gyakorlat által a nem gondolkodás gyakorlatával, akkor az energiaszinten nő, és a tükre tisztul. És ekkor megláthatod. De lehet, hogy nem az okát kéne nézni, hanem a célját, hogy mire tudod használni. Általában a kettő ugyanazon a szinten látható meg, tehát egyszerre fogod meglátni az okát is meg a célját is. Oké? Okay? Egyéb kérdés? Nagyon pici dolgok, például a világnak a csúnyaságai, vagy az embereknek a gonosz cselekedetei nagyon negatívan és nagyon hirtelen borítják meg a mentális egészségemet, és hogy ezzel nem mit tudok tenni a hétköznapokban. Köszönöm. gyakorolsz valamilyen ö, ö, mentális és fizikai kultúrát? Jogáztam is, ö, csak nagyon nehezen szilárdítom meg a rutint, és hogy ez is egy másik kérdés lett volna. Milyen tanácsokat tudnátok adni egy átlag hétköznapban, hogyan tudom beéleszteni jobban a gyakorlásokat? Hát akkor kezdjük, menjünk pontról pontra. Az első talán az, hogy nincs gonosz világ. Az a világ, ami körülöttünk van, azt, azt lenne jó tudatosítani, hogy csak azzal találkozhatsz ebben a világban, amire rezonáns vagy. Csak a saját karmád ö, történik, tehát azon az ösvényen, ami, ami neked ki van jelölve, ezeket a dolgokat kellene megtapasztalni, és elfogadni azt a tényt, hogy nem a világot kell megváltani, hanem önmagunkat kell fejleszteni, hogy mentálisan és fizikálisan is szilárdak maradjunk. Biztos, hogy megvannak azok a zen technikák, amivel ezeket a jelenségeket, ahogy megjelennek az életedben, gonoszság, gyilkosság, bántás, stb. Ezt hogyan tudja az ember úgy kezelni egy tartós, mi, mi, van a joga világában? Rögtön azt mondom, mert meg fogod hallani mindjárt az ember is. A joga világában megszilárdítod a test állóképességét, energizálod magadat, elfogadod azt, hogy ami történik, az nem más, mint a saját tudatomnak a kivetülése. Tehát szokták azt is mondani, hogy két lehetőség van. Vagy az egész világot pázsittal letakarom, hogy ne szúrja a talpamat, vagy van egy egyszerű módszer, fölveszek egy papucsot. Valószínűleg a papucs felvétele egyszerűbb, mint az egész világ megváltása, ahogy ő egy nagyon szép tibeti közmondás mondja, súlyos hibája a jámbornak, ha másokat akar megjavítani önmaga helyett. Tehát az első, az első az, hogy ebben az életben ma már Szunim egy párszor mondta, hogy itt te vagy a központban. Ha te egy pillanattal is vagy egy fokkal jobb leszel, az egész világ lesz jobb. És amivel tudnál előrelépni, az nem más, mint először is az állóképességed erősítésével, olyan mentális tréningekkel, többek között pozitív gondolkodással, hogy amivel találkozom, mindig keressem meg, hogy mi ebben a jó, hogyan tudom ezt az én önjobbításomra használni. És ahogy itt már ma este többször elhangzott, ahogy elkezded a rezgés szintedet emelni, el fognak kerülni ezek a helyzetek. Egy példát. Mindig a 30 éven keresztül a Ferihegyi repülőtérre szaladgáltak ki és be, és hát az embernek mindig el volt pakolva ma a pénztárcája, jöttek a jelzőlámpánál mindig a bérkoldusok, és jelezték, hogy Vegyek abból az újságból, amit úgyse adnak oda nekem, mert csak egy van belőle. <laughs> és mindig ott volt bennem az, hogy, jaj, nincs itt a pénzem, ne haragudj. És állandóan zaklattak. Egy szép napon mondtam, hogy elkezdem a vasakat gyűjteni, és az autóba egy ilyen nagy műanyag dobozba teliraktam, huszassal, 20 kétszázassal, százassal. És tudod, mi történt? Amikor ott volt már a pénz, nem jöttek oda hozzám. Tehát, ahogy te változol, utána a sors odahúzza a pipát, ezt már megtanultad, jöhet a következő lecke. Legyen naplód, heti szinten értékelt ki a naplódat, és legyen tanítód, akivel kiértékeled a naplódat, mert csak így tudsz kockáról kockára haladni. Egyébként meg ez a hektikus dolog lesz, hogy hol visszaesek, szétesek, a romjaimba vagyok, kérem a mentőkötelet, fölmegyek, ne, én nekem ez már nagyon jó, mert egy két hónap múlva megint ott vagyok a szakadékba, és az egész életet eltöltöd egy hullámvasúton. ha pedig van egy tanítód, akkor szépen ő mindig megfogja akkor a kezedet, mielőtt megint be akarsz mászni a szakadékba. Én a zen világáról nem nagyon tudok neked mondani semmit, mert olyan úgy nincs. Hát eredetileg nincs zen. Van a kék ég, meg a zöld fű, meg itt a barna padló, és mosolyogva ilyen 60-80 ember. Most ez van. A te világod viszont elképesztően fontos. Mi volt az a tárgy? az iskolában, amiből te életedben akár egyszer is, de nem voltál ötös. Ez azt jelenti, hölgyeim és uraim, hogy színötös volt mindenből, de egyszer földrajzból négyes, azért, mert a tanárt nem szerette. Mikor voltál úgy utoljára erőnléti edzésen egy konditeremben, hogy valakinek úgy jobb bemossa a végén? Szerintem soha. Soha. Jó. Oké. Okay. Nem is leszel? Ne is mennyi konditerembe. Nagyon zajosak, büdösek, nagyrészt elvishetetlen az az umca-umca, ami a zene helyett szól. Fő, ott dolgoznak, kész agyvelőgyulladás. De arra a mentális állóképességre, amire szükség van, és omkárától hallottad, az nélkülözhetetlen. Tehát, ha ha így nézem, te vagy Bóti Darma lánya. Tehát a barlangban egy elképesztő biztonságos helyen nem csak kilenc évig növekedtél, hanem még tovább. Az ri le rólad, hogy te egy fantasztikusan tudós és érzékeny lény vagy. És az iq és az eq nagyjából ott van fönt. De az, hogy te ebben a világban valaha biztonságosnak éreznéd ezt az egészet, meg egy biztos helyzetben magadat, ez nincs. Te kiléptél a palotából, mint buddha úrunk, és észrevetted, hogy a te érzékenységet hogy találkozik a világgal. Amikor a lélek leszületik, a testben találkozik az anyagi világgal, az érzékszerű világgal, és ez a csattanás a szenvedés. Tehát én nem azt mondom, hogy te érzéketlen légy, mert láthatóan nem Arnoldnak vagy a párja. Tehát nem, nem, érted, nem ez lesz. Hanem az érzékenység mellé fejlesz ki azt az erőt, amivel el tudod ezt viselni, amit van. És ez egy nagyon erős tükör, nagyon tiszta tér, és az a fajta reakciótlan, de érzékelő tudat, amelynek a csúcsán az a vidja áll, ami a látás. De a vidja mellé még két fogalmat szeretnék említeni, ami a jogában honos, és hogyha rosszul idézem, akkor én megkérem Omkára mestert, hogy javítson ki. Az az apjásza és a vairágja. Az apjásza az a fegyelem, az a módszer, az a következetesség amivel te ezt a mentális állóképességet kifejleszted, és ide van, hogy napló, gyakorlat és egyebek. Ez a fegyelem, az is. Oké? Okay? De a vajrágja az nem csak szenvedélymentesség, hanem az érzelmi sérülékenység felszámolása is. Tehát nem az a kérésünk, hogy legyen ilyen érzéketlen, ilyen kis szépre csiszolt márvány, nincs kockázat, autokeréktől a méhecskék, bármi ott van, semmit nem fog érzékelni. Nem. Tehát a, a vidja, amely úgy tartható meg, hogy megvan az aszketikus rész, az apjásza, a fegyelem, és a vajrágja ami pedig a nem reagáló, a nem cselekvő, az érzelmileg nem provokálható lény, az a praxis. Ezt gyakoroljuk az aszkézis által, melynek látás és tartható, tiszta, törhetetlen tükör lesz az eredménye. Na ez kéne, jó? És ezért előbb-utóbb olyan helyzetekbe is bele kell menned, ahol még szerinted eddig te vagy nem akartál lenni, vagy ha voltál, akkor buktál, vagy pánikoltál, vagy egyebek, és amikor te vagy a tanítód erre késznek éreznek téged, akkor ö, ellátogathatnál mondjuk ö, egy temetőbe. Egy kórházba, ha beengednek egy hospizba, olyan helyekre, ahol nagyon komoly emberi szenvedés van, vagy esetleg egy BVI-be, ami hétköznapi szinten börtönnek hivatik. Tehát az emberi szenvedésnek olyan bugyraiba, ahol kikerülhetetlenül látod, hogy az ember miket élhet át, és te tudod, hogy ettől a világ nem lesz rossz, vagy gonosz, vagy amfer, vagy tisztességtelen, csak bizonyos karmák ide jutnak. Börtön, kórház, temető. Nézd meg. És mindenképpen, ugye a szatvikus rész, ami a kolostor, ami a templom, a megvilágosodás helye, az, az, hogy ezekből az álmokból hogyan ébredünk föl, ezekből a konkrétumokból hogy csinálunk utat, ezeket a hatásokat hogyan bírjuk ki. És akkor haladsz az úton. Én ezt kívánom neked. Egyéb kérdés? Az életem sok területére ez, ez igaz. Ugye egy bizonyos szintre, és ez a bizonyos szint után falakat emelek magam elé, és uh, talán érdekte lenni is válik ezzel együtt. És uh, az lenne a kérdésem, hogy hogy tudom ezt meghaladni. Ezt érzem most a legnagyobb akadálynak, és hát már nagyon régóta ezt érzem a legnagyobb akadálynak az életemben. Hát eleve, amit a Sunim mester az előbb mondott, beszélt az Abiászáról, és ezt javaslom, hogyha kell, hallgasd is vissza a videón. Gyakorlásnak nevezik ezt, nem csak joga gyakorlásnak, hanem bárminek a gyakorlásádnak, ha valamit hosszú időn keresztül, megszakítás nélkül, hittel és odaadással végzel. Azt kell látnod, hogy azt a kompromisszumot nem szabad megengedned, amit most megengedsz magadnak, hogy kitűzöl egy célt, és mielőtt a végére érsz, Megunod és abba hagyod. Én ismerek itt a teremben egy olyan embert, aki nagyon sokáig csinált ilyet, ez én vagyok. Mindig, én mindent azonnal aznap meg akartam csinálni, miközben a bátyám csodálatos dolgokat csinált türelmesen, napokon keresztül, ami nekem estére nem lett kész, az nem kellett. úsztam vívtam, boksoltam, és. Volt egy pillanat az életembe, amikor rájöttem arra, hogy ha nem fokozom a kitartásomat, akkor mindent abba fogok hagyni. És ekkor jelent meg az életembe a repülés, amivel beleharaptam, és 40 év és 80 napig ott tartottam a fogaim között. És ezzel leszel különböző ember a többitől, ezzel válsz értékessé, mert bármit elkezdesz, teljesen mindegy, ha annak a mesterévé válsz, nélkülözhetetlenné válsz a világban. Értékessé válsz, és ehhez ott van, amit az előbb mondtam, ez a. Hosszú időn keresztül, megszakítás nélkül, hittel és odaadással. Biztos hallottad, nemrég megjelent egy könyv, egy pár éve, úgy hívják, hogy Atomic Habits, azaz atomi szintű szokások vagy változtatás. Amikor valamiben változtatni akarsz, mindig apró, pici változásokkal változtassál, mert mit gondolsz, ki akadályozza meg, hogy megálljál az úton? Válaszolják érlek, hogy ne lépjél tovább az előrelépésben. A hát saját magamat? A saját elméd, ugyanis az elmédnek mi a vezényszava? Varietas delektát. A változatosság gyönyörködtet és a változatosság gyönyörködtet az elme parancsszava, ugyanis ezzel akar az elme eltéríteni bennünket az önkiteljesedéstől. Abban a mindig az ember azt hiszi, hogy még végre egy gyönyörű barátnőt beszerzel magadnak, átnézzel az út oldalára, másik oda, azzal sokkal jobb lenne. Utána nagy nehezen ott hagyod ezt, mész ahhoz, akkor már megint ezen az oldalon lesznek a, a, a csinos lányok. Egyszerűen rájössz arra, hogy te egy rabszolga vagy, az elmédnek a rabszolgája. És amikor azt mondod, hogy ezt most tűzön vizen keresztül végigviszem, apró, finom kis változtatásokkal, és már magad emlékezteted arra, hogy 2024. október 25-én itt voltam a zenterembe, és megmondták, hogy a változatosság gyönyörködtet, de ez az elmejel szava, és nem a tied. A tied a tökéletességre való törekvés, és ettől a pillanattól finom kis változásokkal végig fogsz menni, ugyanúgy, ahogy saját magam is végigmentem, és ugyanez van valószínűleg a spirituális keresők ösvényén bemegyek a zen templomba, szétnézek, mennyit kell itt üldögélni, kiutazni ide. Hát a franc fog ide kimászkálni. Elmegyek egy másik helyre, mert ott biztos, hogy jobb. Ott megint eljövök, ott meg a tanítót fikázom. Megint megyek a következő helyre, és utána írok egy kötetet Magyarország spirituális helyei gyönyörű lesz a kötet, de te egy centit se fejlődtél. Magam is így jártam, hat éven keresztül kerestem magamnak a joga világába, mestert. És aztán egy szép napon, egy reggel vagy délelőtt bementem New Yorkba, Sivananda Joga Központba, és mondtam, hazaérkeztem. Leengedem a horgonyt úgy, hogy ne tudjam felszedni és onnantól kezdve ez volt 1993-ban. New Yorkban nem tudom mennyi év telt el, de hogy 31 az egészen biztos, azóta ott vagyok. Jó néhányszor elestem ezen az úton, meg lehet, hogy el fogok még esni, de függőlegesen kezdtem el menni, és abba hagytam a jóga szervezetekről való tanulmányírást. Ezt kívánom neked is, hogy próbáld meg megregulázni a rabszolgaságodat, az elme rabszolgájaként való létet megszüntetni, és próbáld meg kijelenteni már ma este, az elme nem az uram, hanem az elme a szolgálom bármilyen tevékenységbe, és egy darabig lázadozni fog az elméd, és utána pedig beáll a rabszolgasságból való kivezető út, hogy hallottad, az tényleg az, hogy a gondolat szolgáljon, és az elme találjon valami nagyobbat, vagy fontosabbat, mint önmaga. Én ebben a tekintetben annyiszor buktam, és annyiszor kellett fölállnom, hogy na ez az én világ, hogy hétszer elesen nyolcszor állj föl. szerintem még nincs vége. Úgy kezd most úgy látszani, hogy hol tévesztettem el azt, hogy ez nekem a szabadság és csak kötöttséget találtam. Zsákutca volt az autópálya végén. Búm! Tehát frontálisan mind a négy sáv. Puff, neki. Beszéd, gondolat, érzelem és cselekedet. Ez a négy sáv. Így. És aztán egyszer csak, olyan 24 és 27 között, amikor a zennek számomra a világi része ugye elkezdett felfutni, hogy hallottad, függőleges emelkedés, tehát ennél megindul ez a fejlődés, ugye, hogy az ember úgy tapasztalja ezt, hogy akkor még jobban, még összeszedettebben, és akkor jön az impulzus, hogy legyél szerzetes. És ahol a tudat szabadságát keresed, ott olyan elképesztő kötöttségeket találsz, és azokban a kötöttségekben találod meg a szabadságot. És ahol addig kerested a szabadságot, ott csak újabb és újabb illúziók és kényszerű azonosulások általi megcsalatottságot, újabb rabszolgaságot találtál. Nézd meg azt, hogy a falak mögött, amikről a kérdésedben szóltál, még hányan voltak? Vagy csak te egyedül? De a falak mögött általában az ember egyedül van, onnan tudja, hogy rossz irányba ment, vagy egy olyan állapotba került, ahol nem szabad maradnia. És éppen ezért azt javaslom, hogy mindannyian ébredjünk föl abból az álomból, amit az elménk teremt és a helyes meditációval, a helyes gyakorlattal és a világhoz való segítő önzetlen viszonyulással elérhetjük az önkiteljesedést, elérhetjük igazi önvalónk tapasztalatát, megszabadíthatunk minden lényt a szenvedést, a beleértve saját magunkat is. Köszönöm a figyelmet, és Omkára mesternek még zászlóra átadnám a szót. Hát... Köszönöm szépen ezt a sok szép kérdést, amit föltettetek. Én azt hiszem, hogy lehet ebből bőven, bőven tanulni. Ami az est folyamán még felébred bennem, az az, hogy próbáljuk meg azt, hogy hogyan tudjuk azt a sivánandai gondolatot továbbvinni, hogy minden gram elmélet mellé tegyünk egy tonna gyakorlást. Egyszerűen a rengeteg olvasás csődbe visz bennünket. Zavar csinálunk, minél többet olvasunk gyakorlás helyett, hisz ti is olyanok vagytok, mint én. Van otthon 1200 kötet szanszkrit és angol könyv a polcomon. Ma már nem akarom levenni a polcról, mert látom, hogy csak a zavart növelem a fejembe, miközben megvan az a pár sarokpont, hogy mit kellene gyakorolnom. Látom a hajam színéről és a naptárról, hogy mennyi van még hátra, és igazából Egyikünk se tudja valójában, hogy mennyi van hátra, hiszen nem csak száz évesek halnak meg, hanem sajnos fiatalok is. Összegezve, ha tudnék valami jó tanácsot adni nektek, az mindenképpen az, hogy kezdjetek el minél többet gyakorolni. Magam is, vénségemre továbbra is mantrákat írok ugyanis van, amikor rengeteg információ dől rám, és van a úgynevezett likita japának hívják azt, amikor egy üres papírra elkezdesz mantrákat rajzolni. Ha ezt nem csinálod sokáig, akkor nem tör rád az a béke, ami ebből a mantraírásból fakad. Nagyon sokan leülnek, és azt mondják, Szunim, együtt kezdünk el veled meditálni órákon keresztül. Legyél őszinte, és hidd el, hogy akár ebben a szobában is lehet, hogy talán öt ember, aki valóban meditált, aki valóban képes volt az egyhegyű állapotot fenntartani. És ha ez így van és igazam van, akkor meg mindent tegyetek meg a gyakorlással, hogy valóban létrejöjjön a meditatív állapot. Köszönöm, hogy veletek lehettem. Köszönjük szépen a figyelmet, <coughs> köszönjük a Sivánanda Jóga Központ mesterének és tanítványainak a látogatást, és reméljük, hogy ebben a szellemben folytathatjuk a jövőben is. Hálásan köszönjük. Ómani Om Ómnama Sivája.